Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hárd királya nevem, segíts édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vénpapok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecsen király. Irul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnye záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoktatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy feljegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát belőle a Názaret városából, Dávid városába, a júdei Betlehembe, hogy összeérjék magát feleségével, Máriával, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszült elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, kinn a szabad ég alatt, nyájukat őrizték. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket. Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele. Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicsérdel énekeltek az Istennek. Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön, a jó akaratú embereknek.
Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást. Menjünk hát Betlehembe. Hadd lássuk a történeteket, amiket az Úr hirdetett nekünk. Oh, you're
és Vikinek, Magyar Karcsinak, valamint Pál Zsuzsának, Keszinek és Liának, hogy ilyen csodálatosan földíszítették ezt a termet. Külön köszönet a gyerekeknek, ifjúságnak, hogy betanulták a szerepüket, és szépen elő is adták azt. Köszönjük a tanárjaiknak és a szüleiknek, hogy ebben segítettek nekik. Köszönöm továbbá Bakos Jánosnak az erősítést, Köves Vikinek az orgona kíséretet, a kórus tagjainak, Fogarasi Ferinek a bárban való tevékenységét, és a háziasszonyoknak a finomabbnál finomabb süteményeket, valamint azoknak a hölgyeknek, akik ezeket eladták. Szeretném a segítségét megköszönni mindazoknak, akik a mai est sikeréhez hozzájárultak, mint például, akik a cukorkát szétosztották. Ha véletlenül valakit mégis kifelejtettem volna a felsorolásból, annak is köszönöm a segítségét. Most kérek egy vastapsot. Legvégül a Magyar Központ vezetősége nevében szeretnék mindnyájuknak a Jóistentől megáldott békés karácsonyi ünnepeket és szerencsés, boldog új esztendőt kívánni. Most pedig kérem álljanak fel, hogy együtt elénekeljük a himnuszt.